Ami előttem van, az a Hearthstone-nak a Deep Dive panelének az összefoglalója. Ez ugye a virtuális BlizzConon történtek után van. És ugye, hogy itt összefoglalták a Hearthstone-osok, mert ugye a Hearthstone-nak a Hearthstone-t nézzük, hogy mi is az, ami történt. És az egyik legfontosabb ugye a Forged in the Barrens, amire vártunk, ugye a Barrens az Kalimdornak a szavannája, és hát nyilván ez egy ilyen trollos kiegészítő lesz, legalábbis én ez alapján úgy gondolom, főleg, hogy itt a Shaman dominálja ezt a dolgot. Ami érdekes, hogy a spelleknek új osztályzása van, úgyhogy mint a WoW-ban, és többféle spell lesz, ugye ez a Nature, Shadowfire, és ugye ezek úgy működnek, hogy máshogy működik 5 mana alatt, 5 mana fölött és 10 manán. Ez egyébként egy tök jó dolog szerintem, mert megint változatosságot hoz a játékba. És hogy vannak olyan lények, amik ezzel a különböző spell osztályzatokkal együtt tudnak működni, ez egyébként frankó. Beszéltek ugye, igen, új keyword a Frenzy, ami ugye gyakorlatilag olyan, mint a Spellburst, csak ugye ez arra vonatkozik, hogy amikor a lényünk először sebez és túléli, akkor van valami effektje, ugye a Spellburst meg akkor volt, amikor először egy spellt használtunk, amikor kikerült. Kicsit más, de hogy nagyban hasonló. És erre mutattak is egy nagyon durva animációt, ugye egy Bortleer-es dolgot már nem is tudom az melyik lény volt, de mindegy az egyikkel, de hogy az nagyon csúnya volt. Aztán ugye a klasszik formátról még fogunk később beszélni, de hogy ugye a Corset 235 lapos lesz, ezt tudtuk, és azt is, hogy teljesen ingyenes lesz, és hogy változnak benne dolgok. Vannak lapok, amik visszakerülnek, például elárultak egy Tompilázsel, és az Anajotron is vissza fog kerülni. Hihetetlen, de egyébként a Tompilázsel ez mindig is egy jó róglap volt, úgyhogy ennek örülünk. Ami érdekes, hogy a Shaman új Hero Power-t kap, mármint hogy a Hero Power-éből érkezni fog egy új totem a Wrath of Air helyett. Buffot kap a Feral Spirits, a Lightning Storm és az Earth Elemental, erre egyébként lesz konkrétum, ugye, hogy Edwin nem lesz, viszont lesz helyette a nővére, ezt nem teljesen értem, de majd megnézzük a klassziknál. Ami érdekes, hogy a legendás sárkányokat újra gondolták, és erről majd megint beszélni fogunk, tehát hogy Izeránál a Battlecry lesz, az, hogy megkapjuk az összes Dreamcard-okat, amikor kijátszuk, a Maligaz telehúzza a kezünket spellekkel, a Deathwing pedig úgy fog működni, hogy csak az elpusztított lények után dob el lapokat, tehát konkrétan nem azon, hogy a teljes kezünket eldobja, pedig tegnap Dóter egyébként igen. Ugye tegnap ezzel nyertük meg a meccset, hogy az egymanás Deathwinget kijátszottuk az ellenfél kezéből. Igen, ami érdekes, az ez a bejelentésből. Tehát, hogy a klasszik módnak lesz létrája. Tehát a klasszikomnak lesz létrája. És ez azért egészen vicces. Azt hittem, hogy ez a klasszik mód az egy kis vicces dolog lesz. Ez egy harmadik dolog, amiben van létre. De egyébként igen, RIP Malidudu. Igen, igen. Hát Topi, megépítetted a Malidruidot, és játszanék vele a helyedben még egy kicsit, amíg tudsz. Tehát, hogy kicsit más fog csinálni a Maligosz, mint amit eddig csinált, úgyhogy well fucked. Alapvetően well fucked. A Battlegroundsban érkezik új patch, erről is majd beszélni fogunk, mert egyébként az már meg is érkezett. Ami érdekes, hogy új lénytípus jön, ez a Quillbors. Na, erről viszont sok info nincs, úgyhogy erre majd kíváncsi leszek. Ami érdekes, hogy nyilván voltak duelzes változások, az kutyát nem érdekli. A Book of Heroes-ban ugye megnyírt a Valérás fejezet, és bejelentették az új játékmódot, a Hearthstone Mercenaries-t. Ez gyakorlatilag egy roguelike és RPG-s játékmód. Kicsit hasonló szerintem, mint a Duels, de lényegében viszont teljesen más, mert hogy három hőssel játszhatjuk egy hős helyett. Ugye ezek alapvetően missziók, folyamatos a növekedési rendszer, és a reward trackhez is van köze. És
és a lapkollekciótól független, tehát hogy ilyen ember mond például tök más, mint a Duels. És a játékosok egymás ellen játszanak, ebben ez a jó, tehát hogy nem csak így játszol vele a világban, hanem hogy egymás ellen játszanak, és hogy Tyrion is része lesz ennek a dolognak. Viszont még ennek nincs bemutatási dátuma, de hogy ebben az évben érkezik. Szóval a Hearthstone Mercenaries az új játékmód, amiről már voltak korábban. Nézzük a többit, mert hogy egyébként vannak még itt bejelentések bőven. Az a létrás dolog, amiben bosszok vannak? Nem, itt egymás ellen játszott, tehát pont ez a lényege, hogy itt nem bosszok vannak, hanem ugyanúgy player versus player. Tehát, hogy nem AI-ok ellen, meg MVP-k ellen játszol. Ez ott ugye az összefoglaló, nézzük a 19.6-os patchet. Meg majd nyilván a Griff évét. Egyébként szép, hogy Kínában mindig lehet számítani Hearthstone leak-ekre, és ugye most is megtörtént, tehát hogy hihetetlen, hogy ők azért üzemszerűen tudják szállítani a leak-eket. Pillanat, csak megy a másik kamerám is, és tökre zavar. Így. Na most jó. Szóval... ugye, ami már az előbb ment a kiakadás, hogy Allura nerf, ugye 19.6-os patchnak az egyik fontos része, hogy a HBS Allurát nerfelték 4 manáról 5 manára. Hát szomorú. Pont meg, Allura megtette a dolgát, Allura mehet, igen, lényegében erről van szó. Ezen kívül vannak Battlegrounds upgrade-ek, amiben ugye az az érdekes, hogy a Dark Moon Prizes-nek a vége, tehát hogy innét most már nem kapunk Dark Moon Prizes-os jegyeket, tehát nem fogunk tudni plusz 10-10 Divine Shield Wind Fury-t adni a lényeinknek, meg Ice Block-ot kapni belőle, meg minden ilyesmi. Megtörtént az arany lény triplázódós bugnak a javítása. Ugye itt az van, hogy eddig lehetett pörgetni a végtelen felfedezést. A Brennes... hogy volt? A Brennes Khadgar-os kombóból, ez most már nincs. Aminek örülünk, hogy a Hooktusk eltűnt a Hero Poolból, a Hooktusk nagyon rossz volt mostanában, úgyhogy ő már nem lesz. Ami viszont érdekes, Yasharaznak változik a Hero Power, nem tudom, hogy ez jobb vagy rosszabb, szerintem egyébként így jobb lett. Azt csinálja, és egyébként ettől lesz szerintem érdekes a dolog, hogy a kör, ugye eddig az volt, hogy megnyomtad a Hero Power-t, idézett egy új lényt, az lekerült, és örültél neki, hogy van. Innét az van, hogy le fogja idézni a lényt, viszont a kezünkben megkapjuk, de az asztalról eltűnik a kör végén. Moki, küldhetsz, de az összes oldalon ugyanaz van. Tehát, hogy lehet, hogy máshogy néz ki, de hogy mindegyik ugyanaz van egyébként. De mindegy. Szóval, hogy a lényege az, hogy itt megkapjuk a kezünkbe. Tehát, hogyha valami jó Battlecry-os lény, akkor annak a Battlecry-ját most tudjuk élvezni, eddig nem tudtuk, és ez szerintem fontos. Plusz, hogyha mondjuk Elemental, akkor ugye nyilván az összes Elemental szinergia menni fog vele, vagy az összes Beast szinergia, vagy ilyesmi, úgyhogy szerintem a Yasharaznak a Hero Power-je egyébként változott, és ez jó lett, a Yasharaz így elég jó lett szerintem. Nerfelték Elise-t, erre számítani lehetett, ugye Elise volt a legerősebb hős Battlegrounds-ban, ismét 3-ba kerül a térkép. Innét már alacsonyabb lesz a pick rate-je, ez biztos. Érdekes, hogy Muklán buffoltak, tehát hogy a Big Banánnak a drop rate-je 1-3-hoz. Tehát, hogy 3-szor megnyomod a Hero Power-t, abból egy alkalommal biztos, hogy nagy banánt kapsz. Ez szerintem mondjuk elég jó. Az Akazam Zarakot viszont nerfelték, és ott nála az van, hogy egyetlen egyszer tudsz Ice Blockot felfedezni az egész játék alatt. Ennek én örülök. Az Elisztrázad Immortált eltávolították a lények közül, ennek is örülök, legidegesítőbb dolog ever, úgyhogy ez nagyon jó. A Saurolisk buffot kapott, bár nem úgy tűnik rajta, mert hogy ugye 4-2-ről 3-2-ről változott a statja, ugye ez az eredeti statja, viszont az van, hogy most nem 1-1-et, hanem 1-2-t fog kapni utánuk, ez szerintem tök jó. Úgyhogy a Saurolisket buffolták, ez nagyon jó, buffolták a King Tog Vagrot, ugye 1-2-ről 1-3-ra.
buffolták még a Yoho Ogre-t, ugye 2-5-ről 2-6-ra változott a statja, buffolták a Molten Rock-ot, 2-3-ról 2-4-re változott a statja, buffolták az Arm of Empire-t, ugye eddig az volt, hogy plusz 3 atakot adott, most plusz 2-t ad viszont ez permanensen, én ennek tökre örülök. Tehát ez a része szerintem tök jó. A Champion of Yesharajon az változott, hogy ugye 2-2 volt eredetileg, most 4-4 lett. Ezért ez szerintem frankó. Buffolták a Jankbotot, 4-es tírbe került az 5-ösből. Jó volt, mert az egyik legszarabb tírot lény volt. Tír 4-en azért lehet, hogy inkább elfér. Kangor's Apprentice pedig stat buffot kapott, ugye 3-6-ról 4-8-as lett. Azt szerintem minden annyira rossz. Igen, duelzes változások, de ez így annyira nem mozgat. És akkor, Forging the Barrens. Ugye előrendelhető maga a kiegészítő, és van 3 elővásárlási lehetőség. Ugye van 3? Nem, 2 van, hülye vagyok. Szóval van a nagy pakk, ugye a 80 dollár per euró per 8000 Amazon coin, meg van elvileg a 60-as. Egyébként én már megvettem, úgyhogy mindjárt megnézzük ezt a hőst. Úgyhogy ezt Amazon coinból én már megvettem, ami újdonság itt, hogy 2 darab aranylegendást fognak adni egy helyet, és minden más pedig benne van, tehát ugyan jön hozzá a mindenféle pakkok. Elméletileg az aranypakk egyébként továbbra is. Ugye jön hozzá a perk, úgyhogy ennek örülünk. Igen. Igen, itt ezt kerestem. Tehát, hogy a 5 aranypak van hozzá, 80 sima, 2 aranylegendás és a perk. Ez így egyébként szerintem tökre megérős az én részemről. És ugye a BlizzConos hátlap, amit az előbb már említettünk, szerintem tök menő. Az egyik legmenőbb hátlap szerintem, ami így van. Mondjuk volt ennél frankóbb, de ez nagyon jól néz ki. 650 coin mostantól a perk, hát az meg főleg egyébként megérős. Ezt mondjuk nem láttam. Mondjuk ez csak most van, tehát úgy, hogy most ugye mi van? Február vége, tehát gyakorlatilag a következő egy hónapra, másfél hónapra körülbelül. 330 coinom van. Hát főnök. Elvileg a Shadowhunter Hold-t mindenki meg fogja kapni. Amikor most belép az ember, és ugye elvileg március 2-ig van ez az egész login mizéria. Tehát, hogy elvileg a Shadowhunter Volgen is addig érkezik? Nem. Ez a hátlapra vonatkozik a március 2. Viszont egyébként ez, hát most, hogy ez jó-e vagy nem, többektől látta, hogy ó, hogy ez direkt counter a Paladinra, és nem állt a Paladinra, megérkezett a nerf. Mikor jön ki jövő hónap, nincs elvileg megjelenési dátum. Elméletileg még nincs megjelenési dátum, ahogy én néztem. Ami érdekesebb még, hogy ez alapján inkább március. Nekem is egy kicsit úgy tűnik, mert hogy azért nagyon előre haladottak itt a dolgok. Nézzük meg viszont az új lapokat. Aztán megnézzük a korszaknak a változásait, jó? Az új lapok azok jobban érdekelnek. Meg hát, ha ebbe lesz release date, mert egyébként én nem láttam. Tehát én úgy néztem tegnap a BlizzConos izét, de én nem láttam benne dátumot. Új lapok? Hát nyilván új lapok az új kiegészítőhöz, de hát majd nyilván akkor, amikor majd megjelenik. Az a Battlecry-ja, hogy Mankirik keresse meg a feleségét a deckbe. Ezt az effektet egyébként nem teljesen értem, de hát mindjárt megnézzük, hogy mi az, amit írnak erről. Dodi! Jó.
Ez érdekes. Na majd jövök, addig elmegyek sírni a sorokba. Hát, Topi, azért az várható volt, amikor bejelentették, hogy a klasszik, hogy ahogy a korszetben nagy változások lesznek, hogy ez is megtörténik. Hogy mondjuk az aranymaligoszoddal történik esetleg egy kis baleset, és hát történt. Na. Szóval Ongra, vagy Olgra, Mankiriknek a felesége, azt mondja, hogy egy 3-10-es Mankiriket fog idézni, és egyből megtámadja az ellenfél hőst. Szép. Kitalálok valamit, ne aggódjatok. Jó, egy pillanatig se aggódtunk, hogy ez nem fogod megoldani a helyzetet. Jó, nézzük tovább a lapokat, mert... Szóval a Shadowhunter Vol'jin volt, hogy válasszunk egy lényt, és cseréljük ki egy véletlenszerű lénnyel az ellenfél kezéből. Miért mész sírni? Mert Maligoszt nerfelték, mármint hogy a korszettel nerfelni fogják a klasszikban is. Mi lesz az aranyizerámmal? Hát az aranyizerád ezentúl aranylapokat fog adni. Egyébként az izera szerintem jobb lett, mint eddig volt, most őszintén. Mert az izerával nagyon-nagyon ritka volt az, amikor kaptál három lapot. Vibe-ba lesz, nem? De Vibe-ban is változik, Kaumaci. Tehát, hogy érted, nem csak a standardbe változik. Ugye most változtatnak a korlapokon, és azokon, amik változnak, korszedben, ugye ez egy revamp, azok megváltoznak standardben is. Ez full csere, ez full csere. Tehát, hogy szerintem a Vajdos. Bár amúgy ezt a részét nem teljesen vágom. Mert ugye új lett a lapoknak a neve. Tehát elméletileg én még azt is elképzelhetőnek tartanám, hogy megtartják abban a formájban Vajdból, ahogy voltak. Ezt a részét el tudnám képzelni. Új izrát kapod meg aranyban? Hát, szerintem egyébként igen. Ha lecserélik, akkor igen. Ha változtatnak, akkor meg a korszedben megkapod simán, ugye ez a két lehetőség van. Ezt most nem tudom, de ugye revampet írtak, nekem ez alapján az az érzésem, hogy lecserélik a korszedben. Jó, nézzük meg a Blade Master szamurót, amit mondtam, hogy ugye rásos, és az a... hogyha üt és utána sérült, lesz, de túléli, akkor annyit sebez az ellenfélnek, amennyi az ő támadása, az ellenfél lényeinek, amennyi az ő támadása. Ezt szerintem egész jó. A burkának ugye az a képesség, és érdekes, nem Battlecry, semmi, hogy a nature spelleknek, tehát hogy az elvileg a spelleknek ugye az alsó osztálya, tehát az 5 mana alatti, hogy plusz 3 mana spell damage rájuk. Érdekes. Jó, Spirit Healer. 4 mana 3-6-os, és azt mondja, hogy miután egy Holy Spellt kasztoltunk, egy random baráti lénynek plusz 2 HP-t ad. Magyarul Enrage. Nem Enrage egyébként, hanem olyan, mint a Spellburst. A támadásra Frenzy azt jelenti, hogy akkor hajtódik végre ez a dolog, hogyha támad és túlélte. Szóval nem Enrage. Igen, és ez egyszeri. Tehát azt mondom, hogy ez inkább a Spellburst-hoz hasonlít, tehát egy első alkalommal történik meg ez a frenzy effekt, akkor miután támadott és túlélte, akkor van egy egyszeri effekt rajta. Mint például az, hogy egyet, kettőt, akármennyit, amennyi az ő támadása sebb az ellenfél lényeinek. Ez a plusz 2 HP-t ad a ellenfél lényeinek, ez így nem tudom. Fura ez nekem. Viszont nézzétek meg, mint kulcs szó meg fog jelenni a spelleken az osztályzat, és ez tök jó. Tehát, hogy eddig is volt szó arról, hogy lesz, de most így látszik, hogy a spellek is kaptak típust. Na. Szóval, kettőt sebez egy lénynek, és egy random mellette lévőnek, és ugye ez frissül, hogyha 5 mana fölött vagyunk. Chain Lightning. Ez egy jó kontrollsámán lap amúgy. Ebben tényleg jó az egyébként, hogy
hogy ez koraiban is jó, koraiban is egy leszedés, gondolom. Gondolom otthonám meg többet sevez. Ezt mondjuk majd megnézzük mindjárt. Druid of the Plains. 7 mana, 7-6-os, rásos. És egy 6-7-es kodóvá változik taunttal. Hogyha valamire ráütünk és megsérül, de túléli. Tehát gyakorlatilag megfordítja a statjait és felgyógyítja. És tauntot ad. Tehát hogy ez egyfajta leszedés egy 6 HP, hát gyakorlatilag 6 HP-s lényre. És hogyha túléli, akkor meg egy baszó taunt. Ez szerintem rendben van. Lightning Storm és Nature Blast. Nem tudom, hogy visszavezetik-e egyébként ezeket az osztályzatokat a régi spellekre. Úgy kellene, mert ugye annól, amikor bejöttek az elementálok, akkor az elementálokra is visszavezették a régebbiekre. Tehát, hogy gondolom, hogy meg fog, én úgy gondolom, hogy meg fog történni. Sunscale Raptor. Az a frenzie, hogy egy Sunscale Raptort kever a deckünkbe, és 2-1-et ad neki permanensen. Ugye ilyet láttunk már. Az is ugye egy manás volt a... Hú, nem fog ez eszembe jutni a neve, viszont annak ugye Death Rattle volt képessége. Viszont érdekes, hogy ez nem rásos. Tehát, hogy ez egy mana, egy három rás lenne, az mondjuk elég jó lenne. Imp Swarm. Azt mondja, hogy idézzünk egy 3-2-es impet 2 manáért. Ez nyilván 2 maná nem csinál semmit, és ugye fel osztályzatú Warlock Spell. Hát gondolom, tudom én, 5 fölött azért idézi fog legalább 2-t. De inkább én azt mondom, hogy ennek 3-at kellene 5-ért. Ja. Ezt mondja, megnézzük. Desperate Player. 0 manás priest spell és 5 HP-t visszaállít mindkét hősnek. Jaj. Ez shadow forma vicces lesz amúgy. Igen, látom, hogy renk egy. Szóval ez shadow forma egészen vicces lesz. Resorbian Raider. 5 mana, 5-6-os frenzy. És megtanul egy random ellenfelet. 5-nél 2 imp, 10 mana felett 4. De az egy szar. Tehát, hogy kettőért egy 3-2 az nem éri meg. Érted? Tehát, hogy a... Oké, az 3-2-es Flame Impe, ugye sebez neked 2-t, 1-ért. De 5-ért te nem 2 darab 3-2-t akarsz szerintem. Tehát az úgy biztos, hogy nem megérés. A 10 mana feletti, a 4 darab 3-2 az meg persze nagyon jó, de az meg sok. Tehát, ez nem ér annyit szerintem. Tehát az úgy egyáltalán nem megérős. Aztán majd nem tudom én, lehet, hogy rám cáfol a játék, de szerintem az úgy egyszerűen csak szar. Ja, 2 mana marad a spell. Mondjuk ebben igazad van. Mondjuk ebben igazad van. Hogy a spellnek az ára viszont nem változik. Úgy mondjuk azért elég jó, hogy 2 manáért 4 darab 3-2. Csak... Oké, nem az a baj, hanem az, hogy az ötödik körben te kijátszol, tehát az ötödik körben kapsz 2 darab 3-2-t, és ahhoz még kellenek dolgok, hogy az valamit érjen is. Na mindegy. Az a Resorbian Raiderre még nem döntöttem el, hogy jó-e, mert ha rásos lenne, akkor azt mondta, hogy ez 2 leszedés. De úgyhogy ezt ki kell raknod, neki válaszolnia kell rá, nem tudom, hogy az úgy feltétlenül jó, de amúgy mint stat, tehát 5 mana, 5-6, azt szerintem rendben van. Itt se jó alapnyugi. Jó, én is ezen mondom, hogy... Egy Borkli után nem rossz. Hát, meglátjuk. Viszont lényegében kaptunk egy parasztot, nézzétek meg. 2 mana, 2-3, és az a frenzie, hogy egy random spellt ad a kezünkbe a saját kasztunkból. Azt szerintem érdekes, ez több, mint érdekes. Új játéktér, örülünk neki, minden. Ugye a Frenzy-t itt részletezik. Ja, itt van. Három darabot idézem, hogy nem 4-et, 10 manán. Nézd meg.
Tehát egy 10 manán 3 darab 3-2-t idéz. Ez szar. Ez konkrétan szar szerintem is. Ó, na ez a lényeg. Hogy a spelleket visszamenőlegesen is megcsinálták. Hát vannak arcane-ek, vannak fire spellek, vannak frost spellek, vannak nature-ök és vannak shadow-ok. A nature gondolom a druidoké, a holy az a priesteké, meg gondolom lesz benne paladin is, a frost az egyértelműen. Mage viszont van benne, gondolom shaman is, a fire az egyértelműen mage, a fel az egyértelműen warlock, az arcane. Hát, na ez erre hogy kíváncsi leszek. Ez vajon egyébként bekerül, de szerintem ez majd az új szettel fog érkezni, tehát ezt még nem tették be ezeket az osztályzatokat. Jó, nézzük meg az átalakult core setet, mert az még izgalmas egy kicsit, vagy nagyon. A mage az arcane. Igen, azt én is így gondolom. Szóval Vanessa Van Cleef, ugye az Edwin helyett. Ez azért sokat, tehát hogy ez így szerintem fura. Tehát hogy ez nem egy Edwin, na. Overlord Rune Tank, azt mondja. Rásos, és amikor támad, akkor 1+1-et ad az összes lénynek a kezünkben. Áj, bazd meg! Tehát hogy mindig a kézbuffolásos mechanika... Nem vagyok benne biztos, hogy feltétlenül jó. Hát, hogy így franc tudja. Egyébként nem rossz, mert hogy... Csak... A handbuff az wide-ban megy nagyot. És ott is csak van egy archetipus, ami használja, úgyhogy én nem hiszek benne. Hogy ez egyébként annyira jó lesz. Na mindegy, hát most még egy archetipus, ennek örülök. Oké, Izera the Dreamer, ugye az átdolgozott Izera, és azt mondja, hogy minden egyes Dream Cardból ad egyet a kezünkbe kijátszáskor. Well. Maligus the Spellweaver. 9 van a 4-12, ugye klasszik, és azt mondja, hogy addig húz spelleket, amíg te lesz a kezünk. Ez elméletileg igen, a kieggel együtt jön, tehát ez az új, a standard évben ez az új korszet. Amiről ugye beszéltem korábban. Tehát hogy ez maga az új korszetnek a részei, amiket most itt így nézünk. Ezekben vannak régi lapok, vannak új lapok. Tehát hogy ez váltja fel a klasszikot és a basic-et, viszont a setnek a fele a klasszikból és a basic-ből fog jönni. Tehát hogy ez a Griff évéből, tehát ugye így fogják hívni az új tematikus évet, a Griff évének. Szinte már szivárványos Maligus. Hát lényegében, már vártam. Már vártam egyébként így az LMBTQ zászlót rajtam. Na mindegy. Hát ez Wing a pusztító. Azt mondja, hogy megöli az összes többi lényt, és hogy annyi spellt dob el a kezünkből, amennyi lényt megöltünk. Tyrion miért van itt? A Tyrion azért van itt, mert ugye ő kikerült a... Hát mert a teljes classic set, meg a teljes basic set wide-ba költözik, és onnét abból a setből hoznak vissza dolgokat. Mint például nézd meg... a Lightning Stormot. Ami mostantól fixe 3-at sebez. Tehát mostantól nem kell aggódnom, hogy a 3 HP-s lénye meghal, vagy élni fog, fixen meg fog halni. Tehát, hogy már kihagyták belőle ezt a random dolgot. Szóval Tyrion is visszatér. A Jailer, ez egy érdekes dolog. Felszól Jailer, az a Battlecry, hogy az ellenfelünk dob el egy lapot, és az a deathrattle hogy visszaadja. Jó, most erre nyilván ki fogja találni majd a warlock, hogy mit csinál ezzel a lénnyel, vagy az ellenfélnek kapja vissza, de ez vicces. Az Earth Elemental ugye egyenlőtt a HP-ja, jól emlékszem? 6-8-as volt, nem? Vagy 6-7-es volt? 1+1-et kapott, nem? De 1+1-et kapott, mert nem volt 8 HP-ja, 7 HP-ja volt. Mindegy, baszó taunt volt.
Ugye az Assassinate is visszatér, a Fireball is velünk marad, a Menagerie Warden is velünk marad. Illetve hát ugye ez egy korábbi setből érkezik most jelenleg. Visszateszi a kezébe. Én ezt értem. Hogy visszateszi a kezébe. Csak mit fog kezdeni a Warlock azért, hogy mondjuk az ellenfél ezt ne kapja meg? Ezért dobatunk valamit és silence-eljük a lényt, tehát hogy érted? Nem, azt mondták, hogy... Ja, látom mi változott. Overload 3. Overload 3 volt eddig, és ez most Overload 2. Igen. igen. Az, amit mond Szila is. Igen. Igen, hogy az Overload-ja lett más. Olcsóbb lesz kijátszani. Ami nem baj. Tehát ez eddig rendben volt. Oké. Okay. Assassinate. Eddig is ismertük. Ugye 5 manás volt, és 4 manás lett az Assassinate. Érdekes. Novice Zapper, azt mondja, 1 mana, 3, 2, spell damage plusz 1 és overload 1. Én értem, hogy a lényt teszi vissza a kezembe, de hogyha nyilván, ha dobatni akarsz az ellenfelt, akkor nem akarod, hogy visszakapja. Moki. Ezt mondom, tehát hogy lehet, hogy visszarakja a lényt a kezedbe, de hogy te nem szeretnéd, hogy az ellenfél visszakapja a lényt, ha már eldobattad, érted? Tehát erre majd azért valamit csak ki kell találni, mert szép ez a 4-6-os test, de ha visszakapja az ember, akkor semmi értelme. Hello, hello. De egyelőre ennyi az, amit szerintem a korszetről tudni lehet. Ez mondjuk jó. Igen, a Feral Spirit is változott. Igen. Ugye Tyrionon minden változatlan. Assassinate-nek a mana költsége változott, Menagerie Warden. Mondjuk 5 manáért még nem vagyok benne biztos, hogy ez feltétlenül jó. Oké, nyilván, hogyha van valami nagy beasted, de hogy... Nem tudom. Mindegy, majd Beast Druid. Mint a régi szép időkben. Erre azért kíváncsi, hogy ez tényleg így lesz. Eddig 6 mana volt, hát mondjuk 6 manát ez a szar nem ért. Még az 5-ért is sokallom. Tehát, hogy... Nem vagyok benne biztos, hogy ez egyáltalán 5-ért jó lesz. Szóval ugye a Classic Setről ugye elmondtuk, hogy 2014-es állapotban tér vissza oda az összes lap. Arra leszek kíváncsi, és az, amit nem tudok, hogy itt a Basic és a Classic Setnek a lapjai. Azok, tehát hogy a Topinak megmarad-e a Maligosza? Ez a nagy kérdés. Tehát hogy az eredeti állapotában a Classic és a Basic lapok megmaradnak-e? Vagy a korszedbe ezek az új lapok hogy kerülnek be? Engem ez az, ami érdekel. Erre egyelőre nem tértünk. Ez a nagy kérdés, engem is kb. Ez érdekel. Jaj, és ez nem derül ki. Ez nem derül ki. Ugye ez a srác, ez egy admin, és egyszer beszéltem is vele, mert volt valami... A 80 goldos cserés oldalon volt valami nagy balhé, és felajánlottam a segítségem, amit mondták, hogy köszönjük szépen, nem élnek vele, de hogy aranyos vagyok. Még ez egyébként egy good hint, tehát hogy a korszet olyan szempontból viszont más lesz, hogy miután a korszet változik, azok a lapok ugye white-ból is eltűnnek. Ugye vár.
Tehát eddig ez a lehetőség nem volt meg. Tehát most simán van az, hogy behozhatnak egy lapot csak egy évre, úgyhogy White-ban sem marad meg. A leprás gombnak 2 támadása lesz? Igen, a klasszik módban. A klasszik módban 2-t fog támadni. Ahogy a bagoly meg, mit tudom én, bagolynak is más lesz a statja, a Knife Juggler is 3-2 lesz, tehát igen, ezek meg lesznek. A Force of Nature-nél charge-olni fognak a lények, meg ilyen hülyeségek, tudjátok. Jó. Te azt mondom, hogy ez nagyjából a tegnapi bejelentésekből körülbelül ennyi, így is 3-4 órája beszélünk róla. A Mercenaries-ben még nézzünk be egy kicsit, mert arról szerintem lesznek screenshotok. Mert láttam tegnap a bejelentést, de nem annyira fogtam fel, mert este késő volt, de hogy nézzétek a csodás griffonos animációt. Majd úgyis meglátjuk nagyban, amikor jön a bejelentés. Megkaptuk a csodás képeket. Nagyon jó. Van belőle a képek, nekem is úgy rémlik. Na nézzük, hogy mi lesz a Year of the Griffonban. Jó ég, mennyi mindent ígérnek. Tudjuk ezt nézni nagyban? Meg tudjuk nézni nagyban. Csak pofám elrontja. Nem, pont jó helyen van. Szóval, set rotation. Kiegészítő. Mini set. Battlegrounds változás. Duel változás. Solo experience, azt gondolom Mercenaries. Új core set. Classic formátum. Season event. Új Tavern Brawlok. Balance update-ek, a Mercenaries, ez a spell log, ezt nem tudom értelmezni, hogy ez mi akar lenni. Viszont ennek örülünk. A más, a Phase 2, ez gondolom ugye már nyár. Tehát egy lapos kiegészítő, miniset, battlegrounds változás, duels update, solo experience változás, ez jó. Csak ki tudtam mondani. A szezonos, vagy szezonhoz kapcsolódó event, balance update és Tavern Brawlok. Ez csodálatos. És mit ígérnek a harmadik negyed évre? Ez a spell logdot, ezt nem értem. Ezt valaki? Hogy ez így mi a gyíkom akar lenni? Nekem mi az, ami különbözik az előzőtől? A card expansion, miniset, battleground megvan. Duels update, solo experience, seasonal event megvan. Tavern Brawls megvan, balance update megvan és a spell log. Nem tudom, nem, és főleg ezért érdekes, hogy itt nincs a kettes résznél, az elsőnél, meg az utolsónál van. Nem tudom ez mi. Nem tudom ez mi. Az fura egyébként. Nem. A közben Dodeszka meg horkeszol tovább. Na. Speaking of cards, returning with big updates. In the core set as well. Én ez alapján úgy gondolnám. Én ez alapján úgy gondolnám, hogy változik a klasszikban is. Tehát, hogy ezek meg fognak változni a klasszik. Illetve a klasszik játékmódban nem, de hogy White-ban is ebben a formában lesznek. A megfogalmazás alapján ezt úgy gondolnám. Na, Strength Totem. Plusz egy támadást ad. Ugye ez a Wrath of Earth cseréli le. Végül is egy kis változatosság a sámánnak, csak hogy ne legyen mindig ugyanaz a dolog. Oké, és akkor a Mercenaries végre. És nem véletlenül Valérával reklámozzák, tehát hogy mert hogy egy roguelike dolog lesz. Dodika, halkabban horkoljál már, köszi.
kurvára nem érdekli egyébként. Tehát, hogy lógó nyelvvel alszik, amúgy hihetetlen. Szóval, ezek egyébként kimondottan jól néznek ki itt. Mondjuk, hogy ez hogy néz ki, hogy, hogy több hőssel játszunk, azt nem feltétlenül értem. Viszont örülök neki, hogy megint egy új játékmód, ami egy kicsit más. Ezek közül lehet majd választani? A Book of Mercenaries, illetve a Mercenaries nevű játékmódban igen, ezek közül lehet majd választani. És el lehet dönteni, hogy melyik úton megyünk, és melyik úton melyik hőse ellen játszunk. Csak ez így nekem fura. Na mindegy, tehát hogy, de hogy ez nem ilyen unalmas szar lesz, hogy egyszer végigjátszod és hello, hanem hogy ellenfél ellen játszod, gyűjtögeted a dolgot, erősíted a csapatod és ilyesmi. Ja. És hogy erősödnek ezek a hősök. Az iramban van. A Fast Pace Combat System. Oké, tehát itt nem egy órát fogunk játszani. Azt mondja, hogy minden egyes harc előtt választani fogunk egyet, egy hőst, aki részt vesz a harcban. Aha. Minden egyes kör előtt a... Lehet a... Hát most... Hát erre kíváncsi ezek, hogy ez hogy fog kialakulni. Team action. Hát jó, ezt meglátjuk. Főleg ez a fiataloknak van, nekünk marad a ladder. Lehet, hogy ez lesz egyébként. Simán lehet, hogy ez lesz. Ugyanakkor nem baj. Tehát, hogy... Figyelj, a duels nálam úgy se jött be. Úgyhogy... hogyha egy annál jobb játékmód van, akkor még az is, akár az is lehet, hogy élvezni fogom. Szóval elméletileg, nézd meg, tehát egy PvP módról beszél, tehát konkrétan ennek a játéknak van ellenfél ellen, tehát nem ellenfél ellen, lényegében gép ellenjátszós vonulata, és van PvP módja, tehát ahol ember az ember ellen. Ez jó. Amúgy egy érdekes statisztika jött ki múltkor, hogy Tevenbrawl-lal majdnem annyian játszanak, mint arénát. Ami azért szerintem az arénáról mondan nagyon sokat. Tehát az arénának a népszerűsége, én mondtam, hogy megcsappant, és röhögtetek rajta, de tényleg az van, hogy a tavalyi évben alig játszottak az emberek arénát. Tehát azért az nagyon necces szerintem. Jó, mert nyilván az van, ez ilyen D&D a HS-ben? Hát valami hasonló, nem. Nyilván nem abban a formában, de hogy... nem is a D&D-t mondanám egyébként, de hogy valami... Nem tudom én, mi lesz ez. De egyelőre elég furának tűnik. Szia, Zozo! Itt azért kicsit más a visszatérő játékosoknak az élmény, mert hogy kaptok 15 pakkot, azt örüljetek neki. Ugye ez korábban ugye az volt, hogy volt a választható deck. Én ezt most nem látom. És megváltozik a Demon Hunter megszerezhetősége. Tehát, hogy már nem kell a prológust eljátszani. Ott marad egyébként, de hogy ugyanúgy kell unlockolni majd az összes többit. Nagyon csalódom, Blizzard a teljes mértékben biztos voltam, hogy nagyobb OHC-vel lesz. Hát lehet, hogy OHC-vel lesz igazából, csak... De hát ugye nyilván azért hívják ki Griffonnak, mert hogy Griffmadár, hogy ugye Phoenix volt, hogy feltámadt a hanvaiból, most meg még jobban felemelkedik. Tehát most ez történik.
Zozó az nem te vagy? Hát végül is Zozó az. Na, még valami? I was hoping for the monk class. They said no class is at least 2 years. Sorry. Azt hittem a bikaéve lesz. Hát lehetett volna, de ugye nem követik a kínai új évet igazság szerint. Tehát, hogy... Csak így mémek szintjén. Na.